Az elmúlt hetekben nagyon forró napokat éltünk át, ami megviseli a szervezetünket. De nem csak a miénket, hanem ugye a drága, édes, kedves kiskutyáinkat is. Hogy mire kell figyelni ebben a nagy hőségben, és hogy hogyan kerüljük el a bajt, erről beszélgetünk Fuchs Attila állatorvossal. Szia, köszöntünk! Szia, sziasztok! Hát ez a tartósan 30 fok körüli vagy a fölötti hőmérséklet azért az emberi szervezetet is jelentősen megterheli, de ugyanakkor mi képesek vagyunk arra, hogy lehűtsük magunkat, ami nem feltétlen igaz a kutyákra. Miben működünk másképpen, vagy ők miben működnek másképpen tőlünk? Hát a legfontosabb az, hogy mi emberek tudunk izzadni. Ők viszont kutyák, macskák erre képtelenek, verejtékmirigyeik gyakorlatilag nincsenek, pontosabban minimális verejtékmirigyük valamint ők is picit tudnak hőt leadni, de csak a talpárnák és a tappancsaik között vannak. Alapvetően ők lihegnek, tehát ők így tudják a hőtermelést csökkenteni, vagy a hőtolódást csökkenteni. Erre kell odafigyelni, hogyha ez fokozódik, az már azért veszélyt jelent. Tehát a nagy melegben mindenképpen tényleg óvni kell őket. Most, ami van, ez azért veszélyes rájuk is. Hát főleg a kisorú kutyákra, nem? Hogy például van a mops, én mindig nagyon szeretem a mopsokat, és ők nagyon oda kell figyelni, de ilyen melegben egy kisorú kutyával mennyivel nagyobb a törődés, mint egy hosszabb orruval. Igen, ezek a rövidorú kutyák, ez úgynevezett brachycefál fajták, mops, buldogok, palotapincsi, boxer és társaik valójában sokkal-sokkal veszélyeztetettebbek, mint a többi kutya. Egyszerű genetika, tehát brachycefál szindrómának hívjuk ezt orvosi nyelven, a szindróma az tünetegyüttest jelent, nekik az orruk az rövidebb, de szűk az orrjárat. A orrnyílásuk, a légcső az is szűkebb, hosszabb a látszájpadlásuk, és a szemük is veszélyesebb. Ez a melegben azért lehet fontos, száraz szembetegségre sokkal veszélyeztetett ezek a kutyák, sokkal gyakrabban van náluk. És a nyári melegben az UV-sugárzás például a retinát sokkal jobban tudja károsítani, már alapból egy potenciálisan veszélyeztetett fajtánál, mint a brachycefál rövidorrú kutyáknál. Meg a befulladás veszélye is sokkal jobban fennáll náluk. Ha a lakóhelyet és a környezetet nézzük, akkor vannak lakásban tartott kutyusok, és vannak kertben, kertesházban. Mire figyeljünk egyiknél másiknál? Mind a kettőnél figyelni kell. Alapvetőleg kinti kutyusoknál talán könnyebb a helyzet azért, de ott is fontos, hogy friss ivóvíz, hideg ivóvíz rendelkezésre álljon, árnyékos hely, ahol el tud húzódni a kutya a nyári melegben, főleg a déli órákban, az megint fontos, hogy legyen neki. Lakásban tartott kutyáknál pedig, hát mivel lakásban benne a nevében, le kell vinni őket sétálni, de ezt szintén a déli, a legmelegebb órákban tegyük. Legjobb inkább korán reggel vagy későn este ne a forró aszfalton sétáltassuk, ez nagyon-nagyon fontos, mert rengeteg égési sérülés van abból, hogy leviszik napközben, úgyhogy gyorsan leviszük pisilni, és gyakorlatilag 5 perc alatt megég a tappancsa a kutyának. Említetted a vizet, de nem mindegy az se, hogy milyen hőmérsékletű vizet adunk nekik. Hát mindenképpen hideg legyen, de ne jeges víz, tehát ne hűtsük le túlságosan. Gyakorlatilag ez a 20 fok környéki víz, csapvíz, ami folyik, az teljesen jó. Mindig attól félek, amikor látok egy autóban egy kiskutyát, aki kihajol és nagyon élvezi, és pont onnan látott volna. Igen, idefele jöttem, és pont ilyen kutyus nézett ki mellettem. És hogy ez miért veszélyes? Mert hallottam el, hogy a füljáratoknak nem jó, és akkor valami baja lesz a fülének, vagy esetleg kiugrik a kutya. Mindig attól félek, hogy kiugrik. Hát a kiugrik az már alapból rosszul hangzik, igen, mondjuk én is, hogyha gyereket látok kilógni félig a kocsiból, vagy kutyát látok kilógni a kocsiból, hát azért nem örülök neki. De tudja fogni a kutya, hogyha kiugrik, akkor baj van? Szerintem nem. Sajnos a gyerek sem mindig, és ebben azért vannak problémák. Nem is az a legnagyobb baj ebben a melegben, hogy kiugrik vagy kilóg, hanem ha bent felejtjük az autóban. Tehát gyakorlatilag ott pár perc alatt 50 fok van ebbe a kánikulában az autóban, még ha le is van picit engedve az autónak a üvege, akkor is gyakorlatilag a kutya pár óra alatt hőgutát kap. Tehát ez borzasztóan nagyon-nagyon veszélyes, és erre gondolni kell gyereknél, meg kutyánál is szintén. De létezik ilyen, hogy pár órára behagyják a kutyát? Sajnos pár perc alatt is megtörtént a baj, de van, ahol igen, több órára is bent volt. Nekem saját tapasztalatom is volt már ilyen, és nem tudtuk megmenteni a beteget. Na de hogyha már hőgutát kapott a kutya, és még életben van, akkor egyrészt mire figyeljünk, vagy hogyan lehet észrevenni ezeket a jeleket rajta, és hogyan cselekedjünk ezután? Hát több fokozata van a hőgutának, és gyakorlatilag úgy, mint az égési sérüléseknek szintén. Ezt kategorizálni szoktuk orvosként. A legfontosabb az, hogy szerencsére azért általában időben észreveszik a gazdik, hogy baj van. Először a kutyus elkezd egy picikét intenzívebben, szaporában lélegezni, lihegni. Rosszabb esetben azért ez tovább tud fokozódni, akár nehezített légzés alakul ki, akár a kutya már elkezd imbolyogni, kicsit inkoordináltan menni, akár már, hogyha hasmenés, hányás jelentkezik, az már egy súlyosabb stádium.
Ilyenkor rögtön árnyékos, hűvös helyre kell vinni, ha lehet még megitatni vízzel, ha elfogadja, az nagyon jó, az egy jó jel, és ha ez kevés, nincs jobban, akkor rögtön állatorvos. Már ugye azt mondtad, hogy elengedhetetlen ilyenkor egyrészt, hogy árnyékos helyen tartsuk a kutyát ebben a hőségben, illetve hogy megfelelő mennyiségű vizet adjunk neki, de azért vannak már olyan tárgyak, amelyel szintén könnyíthetjük a hőség érzetüket, például az egyik ilyen a különböző hűtőpárnák. Igen, ezek ilyen különböző anyagot, olyan speciális anyagot tartalmaznak, ezek nagyon jó pofa dolgok, nem régóta, de elérhetők most már Magyarországon is. Nagyon sok gazdi szereti és használja, gyakorlatilag ezzel a kutyának a komfort részletét és gyakorlatilag az egészségét is tudjuk támogatni ebben a nagy melegben. Hát ez tök jó, ez az olyan, mint egy, és abba gondoltam bele, hogy ez a luxus fotel, hogyha így vennék a kikába egy luxus fotel, tehát akkor gyakorlatilag ez egy olyan fotel, ez a kutyának egy olyan kényelme, tehát ez zseniális, ez imádom. Én is belefeküdnék ebbe a fotel, vagy ebbe a hogy hívják? Hát ilyen hűtőpárna. Így van, igen. Most mi emberek, amikor kimegyünk napozni, vagy kimegyünk a napfényre, akkor bekenjünk magunkat általában fényvédőkrémmel. Létezik kutyáknak is fényvédőkrém? Létezik, így van. Gyakorlatilag vannak most már kifejezetten kutyáknak, macskáknak gyártott ilyen naptejek, vagy ilyen fényvédőkrémek. Alapvetőleg én azt gondolom, hogy az emberi humán készítmények is jól használhatok. Arra dologra, egy dologra kell odafigyelni, hogy a legtöbb emberi ilyen fényvédő naptej illatos. És az a kutyát ez zavarni fogja. De minden kutyának van amúgy szüksége erre, vagy csak arra, akinek mondjuk kevés szőre van? Vagy annak a kutyának, hát van olyan kevés szőrű kutya, akinek egyáltalán nincs szőre, tehát a kopasz kutyák, meg kopasz macskáknál, például a szfinx kopasz macska, vagy a kínai mesztelen kutyánál, ott gyakorlatilag az égési veszély, az potenciális veszély, szinte egy pár perces sétánál, ott mindenképpen ildomos meghasználni kell. És arra kell odafigyelni, nem bekenjük és rögtön levisszük a kutyát sétálni, hanem azért legalább egy 5-10-15 perc, inkább negyed órát mondanék, idő kell hozzá, egy kontaktidő, hogy fel tudjon szívódni. Meg a kutya ne nyalja le, arra szintén oda kell figyelni, hogyha bekenjük és lenyalja, akkor az nem fog hatni. Nagyon szépen köszönjük, Attila, hogy itt volt, és ezeket a tanácsokat elárultad nekünk.